Még lett volna két bejátszó, de azért engedjük el őket, hogy egy picit tényleg az ellenzékről tudjunk még beszélgetni, hogy akkor milyen évet zár is az ellenzék, és például ezt az ügyet hogyan használta. Ugye most a jelenlegi tudásunk szerint van egy friss Závetsz mérés is, ami ugye azt mutatja, hogy pici elmozdulás volt, ugye ha én jól olvastam, akkor teljes választókorú népességen belül 39% az ellenzék és 38% a Fidesz-KDNP listájának, tehát gyakorlatilag hiba határon belül van az ellenzék és a kormánypártok így összesítve. Milyen évet zárt az ellenzék szerinted? Szerintem, bocsánat, csak jó évet zárt az ellenzék, tehát mielőtt elmondjuk a negatívumokat, mert azt is lehetne, hogy mennyire megálltak itt a dolgok az elmúlt néhány hónapban. Jó évet zárt az ellenzék, tehát végül is egy olyan szituáció keletkezett az év végére, amikor arról beszélgethetünk, hogy nehéz megmondani, hogy kinyeri a választást. Tehát ez a mondat, még az én számból tizenvalahány éve biztos nem hangzott el, tehát hogy az ellenzék mindig leírta az ember, mert széttagolt volt, fragmentált volt, rossz vezetői voltak, és így tovább. Most valahogy sikerült egy olyan sztorit felépítenie, ami az előválasztásban csúcsosodott ki, amikor potens tényező lett. Már majdnem minden megvan. Van miniszterelnök, van 106 jelölt, egy dolgot még megígértek az ellenzék vezetői, hogy lesz egy közös lista. Na most a választópolgárok megvannak a közös lista nélkül, meg hogy ki hányadik helyen van, de azt az érzést kellene bennük elhinteni, és akkor érne véget a folyamat, hogyha ez megszületne, mert akkor beteljesedett. Akkor tényleg azt mondhatnánk, hogy csillagos ötös az év. Így mondjuk ötös alá, mert ez még nem valósult meg. Természetesen nagyon nehéz összefésülni ezt a sokféle pártot, és hát ugye született egy meglepetés, nem csak a közvéleménykutatóknak is, meg hát mindenkinek, szerintem minden, senki nem mondta volna semmelyik stúdióban azt, hogy az előválasztás előtt egy hónap, hogy Márki-Zay Péter lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, és ez az összecsiszolódás, ami október 17-e óta zajlik, ez elég lassan megy, és ennek vannak különböző... De ezt vajon megbocsátják a választók? Mert a jelenlegi számok azt mutatják egyébként, hogy igen. Tehát, hogy amiről mondjuk pont csak itt karácsony előtt beszélt Márki-Zay Péter az egyenes beszédben, hát azért elég erős mondatok voltak, hogy igenis vannak árulók, hogy nem adnak elég pénzt, hogy nincs meg a közös program, szóval, hogy azért úgy mindenkinek, akinek lehetett, oda mondogatott, de mondjuk a számokon ez nem annyira látszik, hogy ez zavarná az ellenzéki szavazókat, vagy titeket ez zavar, vagy jó, vannak ilyen kis morgolódások, de nem ez a lényeg. Ez olyasmi nekem, mint a műsor elején, amikor kérdezted, hogy hányas az év, és azt mondta, hogy ilyen szempontból kettes más szempontból. Tehát, hogy az ember itt is olyan kettősséget érez az ellenzéknél, mert abban teljesen egyetértek, és hogyha elfelejtjük azt, hogy mit összebénáztak, hogy eladjuk-e a városházát, vagy nem, egy hét alatt háromféle mondat, vagy éppen a miniszterelnök jelölt, vagy akár a miniszterelnök lejöttek vitáján, miket egymás fejéhez vágtak, és azt szót használt, hogy összecsiszolódás, ez a folyamat zajlik most, és talán emiatt egy kicsit megértőbbek az emberek, vagy a választók, hogy reméljük, mint ahogy az műsorában mondtam, hogy most már van ez az oltás, és talán kicsit jobb lesz, hogy van valaki, akitől egy kicsit jobb lesz. Ami miatt én egy picit rosszá ízzel vagyok, az pont a két farkú kutyapárt elnöke jelentetett meg egy rövid bejegyzést talán ma a Facebook oldalán, ahol ő kevésli azt, ami jelenleg van, és azt, hogy lényegében az egyetlen programpontja jelenleg az ellenzéknek az ez az 50 ezer migráns betelepítése, ami ugye nem is igaz úgy, ahogyan az ott elhangzik. Szóval, hogy az hogy ha meg kéne fogalmaznom, akkor azt érzem jelenleg, hogy azok a mondatok, amik az ellenzék vagy az ellenzék vezetője részéről előkerülnek, azok nálam nem sokban különböznek attól, ami a Fidesztől, és hogy miután egy regnáló hatalmat kéne leváltani, ugyanazokkal az eszközökkel talán nem lehet, tehát valamilyen valódi alternatívát kéne mutatni, és szerintem ezt várják az emberek, és ezért bizakodóak, hogy lehet, hogy lesz. Az a helyzet, hogy azért nehéz véleményt mondani, mert egy csomó mindent nem tudunk. Mert egy csomó minden megállapodás a színfalak mögött zajlik. Hogy ez miért van, ezt én nem tudom, nem is nekem kell ezt semmilyen módon minősítenem, de egyetlen egyet hiányolok. Eddig azt láttam, hogy ahány megszólaló volt, az mindegyik más irányba indult el. Hát Márki-Zay Péter olyanokat mondnia, hogy a szőr a hátamon föláll, elnézést, én nem vagyok egy Márki fan, ezt már múltkor megbeszéltük.
De hát biztos ő tudja, hogy miért mondja. De hogy ez nincs egyeztetve közös platformokkal, az egészen biztos. Most, hogyha a népszerűséget hajhásszuk, azt lehet természetesen, ez Trumpnak is bejött annak idején, lehet, hogy bejönnek is. Amit hiányolok, de lehet, hogy még korai, hogy valóban hetente, két hetente valamilyen közös programpont, na ezt szeretnénk csinálni emberek, ezért, vagy azért, vagy amazért. Következő kétben a vidéki parassággal ezt szeretnénk csinálni, a nem tudom, lemaradott országrészekkel, és így tovább. Mert hogyha mindig azután futnak, hogy mit mond a Fidesz propaganda, akkor sehova nem fognak eljutni, én azt gondolom. Tehát nem arra kell mindig válaszolni, hogy mit mond éppen egy nagy okos ott a túloldalon, hanem a saját dolgainkkal kellene foglalkozni. Lehet, hogy idő előtti, mert azt is mondják, és nem tudom, hát ebbe te vagy a szakember, hogy körülbelül két hónappalra emlékszik vissza a választás előtt a választópolgár. Lehet, hogy így van. Lehet, hogy nem, nem tudom, de hiányolom a konkrét programot, és azt nem tudom elképzelni, hogy ne volnának akármilyen hat különböző pártról beszélünk, olyan közös dolgok, amit mindenki egyetért. Ne, oktatás, nem sok időnk van hátra, de ebbe egy picit jobban belelát szerintem mindannyiunknál, hogy itt mi a probléma. Hát igen, ezzel. A készülődés az egy kicsit lassabb, mint ahogy ennek kellene lennie, de szerintem azért van most ez fej mellett, mert a választók ezt még így elnézik. De pont abban a 2-3 hónapban, ami a választások előtt majd perdöntő lesz, ott már nem fogják elnézni. Tehát, hogyha január elejétől ez az egész nem gyorsul be, nem áll össze, nem lesz egy kommunikációs stratégia. Én foglalkoztam ilyennel Bajnai Gordon mellett, tehát tudom azt, hogy az úgy néz ki, hogy minden héten kell legyen egy vezető téma, aminek vannak vezető tókinghegyei, azok később lejjebb csúsznak, de még mindig vannak tókinghegyei, fölé csúszik egy újabb téma, és ezen szépen így megyünk végestelen végig, ameddig az egész sztorit, narratívát valahogy így akkor összerakjuk a választó fejében, mert nyilván nem lehet neki elmondani egy nagy víziót, de amikor minden héten egy picit épül valami, akkor a végére ez összeáll. Én ezt ma még egyáltalán nem látom, tehát nem látom azokat a sztorikat és vívő ügyeket, amelyek a Fidesztől függetlenül, a becsúszó Völnertől, meg a sikerpropagandára adott választó függetlenül mennének, ez egyik. A másik pedig, hogy igen, mint hogy itt a választói ennek a ellenzéki csoportosulásnak iskolázottabbak, városibbak, mint a Fidesz szavazói, ezért ők meg tudnák érteni a programot, ha lenne, nekik szükségük lenne arra, hogy azt érezzék, hogy egy kormányzó képes alternatívára fognak tudni szavazni, és igen, tudni kellene, hogy mi lesz az oktatásban, a gazdaságban, és meg is érteni. Hát, amit egyelőre el tudunk mondani, az, hogy a logó meg a szlogen az már megvan. Hát, ez lehet. Aztán, amikor legközelebb találkozunk, akkor már lehet, hogy többet tudunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon kellemes ünnepeket, és boldog új évet, és ugyanezt kívánom önöknek is, szép karácsony, békességet, és boldog új évet, jövő héten újra jövünk, majd egy új évi civil a pályánnal. Szép estét!